Szeretettel köszöntök mindenkit, aki ilyen hősiesen jelen maradt, és igazgatóasszonyt, kollega urakat, doktor urakat. Magam a délelőtt és a délutáni blokk között leszek, abban az értelemben, hogy egy picit az orvosi oldalról is szeretnék pár szót szólni, illetve hát a pszichológus jelenlétet is képviselni itt ezen a szimpóziumon. Talán tudjátok, hogy a Három Királyfi, Három Királylány mozgalom, ugye Kopp Mária által alapított mozgalom, az most már egy éve egy előadás sorozatot és egy országos turnét tart Babavágyó címen. A Babavágyó program lényege, hogy eljuttassuk az információkat a családokhoz országosan, azon információkat, amelyek úgy gondoljuk, hogy a sikeres babavállalást fogják segíteni. Ennek következtében azon diák, amik itt szerepelnek, azok közül is van néhány, amelyik ebben az előadás sorozatban is szerepel, és tudjatok róla, hogy nagyon nagy sikerek, interaktív, másfél órás blokkokról van szó, mamák, papák, szakemberek együtt konzultálnak, 18 nagyvárost céloztunk meg, ha jól emlékszem, de lehet, hogy csak az első fél évre. Egy szó mint száz, arról sokat nem fogok szólni, de hát mert szóltunk, hogy súlyos demográfiai problémákkal küzdünk, és ez a 2,1-es számot elérni akkor fogjuk tudni. Aki ASH-tól nem tudta még a 2018-as adatokat megszerezni, mert az még nem nyilvános, de meg lesz. Tehát a 17-re vonatkozott, értitek. Bocsánat, hogy tegezek mindenki, de itt kollégák vannak jelen. Egy szó mint száz, ahhoz, hogy ezen javítsunk, bizony először is arra kell válaszolnunk, hogy miért nem születnek meg a kívánt gyermekek. Hát beszéljünk arról, hogy nagyon sok energiát fektetett a tudomány is. Magyarországon is volt egy 35 plusz kutatás, magam is részt vettem ebbe, amely azt nézte, hogy milyen, és hát itt szóltatok ti is erről, hogy milyen szempontok vannak, amelyek miatt nem vállalnak még egyet, vagy egyet se, vagy még kettőt, és így tovább. És nagyjából azt tudnám mondani erre a kutatásra is, amit itt beáik is mondtak, csak látszik, ez nem mindegy, hogy tehát 35 éves kor alatt nagyon dominánsak az anyagi problémák és az emocionális párkapcsolati érzelmi biztonságbeli problémák, tehát hogy kivel, hogyan és hol, így fogalmaznék, és a tőke és feltételi hiányok hangsúlyozódtak, ezzel szemben meg nyilván a karrierépítés és egyebek. 35 év felett viszont már egyértelműen azt kaptuk, hogy nem annyira a pénz a szempont, nem annyira nincs hol a szempont, hanem túlnyomóan lelki zavarokat hangsúlyoznak, párkapcsolatban már nem annyira gondolkodnak, 40 fölött szinte nem, tehát szignifikánsan kevés azon nők szám, aki 40 fölött igényt tart házasságra ahhoz, hogy gyereket vállaljon. Ezt kaptuk a tavaly végződött kutatás eredményeiből. Tehát nem a párkapcsolat elsősorban, hanem bizony biológiai és lelki okok, tehát tele vannak testi betegséggel 35 fölött már a magyar nők. Nőket kérdeztünk alapvetően. Vagyis a teendő diagnózis megvan, lesz is egy kohorztunk, ugye, de csak 20 év múlva fogjuk learatni annak gyümölcsét, de addig is jó lenne, hogyha sok gyerek születne. Tehát, ha azt mondhatom, 35 év alatt az ösztönző rendszerek kidolgozása lesz a feladat, éppen a Kopp Mária által is már rég leírt és tudományosan létező adatoknak a kormányzati programba átültetése, 35 év felett pedig egyértelmű, hogy muszáj a reprodukciót segítő módszertanba is befektetni. Voltak a lombikkal kapcsolatosan is támogatások, de mindjárt látni fogjátok a számokat, bár doktor úr már szólt róla, sajnos 35 év felett már nagyon nem könnyű gyermeket létrehozni. Tehát a célkitűzés az az, hogy a fogamzásra, az életkorra jellemző információkat, például a férfi-női fertilitással kapcsolatos tudás eljusson. Olyan mély sötéttel találkoztunk országos szinten, és most az értelmiségről is beszélek, hogy magunk is megdöbbentünk. Ezen tévhiteket, hogy bármikor lehet gyerekem, meg majd aztán, majd 40-nél, majd ha 40 leszek, majd akkor kettőt szülök, meg most vagyok 25, lesz egy gyerekem 30-ig, meg amikről hallottunk, ezek abnormalitások a tudomány értelmében, ezen változtatnunk kell, tudatos ismeretátadással, prospektusokkal, előadássorozatokkal, kiadványokkal, és így tovább, az anyag készen áll, csak ki kell nyomtatni, hogy tudjanak róla a fertilitás életkori tényezőiről, tehát ne higgyék azt, hogy ez bármikor lehet, ez egy mítosz. A másik pedig, hogy ugye új szakmai irányelvek legyenek, amiről itt a doktor úr is beszélt, hogy bizony komplex medicinális megoldások kellenek, részben a szülő, a bababarát szülők, családbarát szülő program, de nem csak az, hanem még a
a támogatott termékenységi programok esetén is komplex nemzetközi irányelvek vannak, a tagozatunk lefordítatta ezeket, készen állnak, csak adaptálni kell. És minő csoda, Magyarországon ezekben az irányelvekben egy szál pszichológus sem szerepel, ezekben a nemzetköziekben meg igen. Tehát az nem úgy van, hogy egy sérült lelkű leányzó majd 35 évesen hirtelen neki tud vágni egy szülési programnak, és bátran megy, és természetesen szül, föl is kell rá készíteni. És az apukát is, vagy a férjet, vagy nevezzük, akinek akarjuk. Tehát komplex elvű ellátási guideline-okat kell a nemzetközi gyakorlatból átvenni, ami komplex, tehát a védőnő is benne van, oktat, a szülő, az orvos, pszichológus egy tímként, a takarító nő is tudja, hogy mit kell tenni, mert a guideline része. A pozitív kommunikáció itt azért is nagyon fontos, és maga az, amit csinálunk a Három Király Mozgalomban, az azt hangsúlyozza, hogy nem meddőségről beszéljünk. Mert a meddőség valahogy stigmatizáltan a nőket szokta érinteni, és hát ugye pontosan tudjuk, hogy 50-50 a nő-férfi részvételi problematika a meddőség orvosi oldaláról, és az életkornak a szerepét is nagyon fontos, hogy a köztudatba még egyszer visszavigyük az előítéleteket és a téves nézeteket, például a fogamzásgátlók ártó hatását. Bizonyos szubkultúrákban azért nem engednek fogamzásgátlót használni, mert az csak a rossz életű nők teszik. Ezen szubkultúrális hatásokról beszéljünk, mert vannak, ne tagadjuk el őket. Máshol viszont egyszerűen a félelmek sokkal nagyobbak, pedig tudjuk, hogy azért ennek kedvező orvosi hatása is vannak, nem csak a nem kívánatos terhesség vonatkozása, hanem a petefészek védelem értelme is. Ez orvosi kérdés, csak szeretném, hogy arról beszéljek, amit tapasztaltunk, hogy óriási a tudatlanság mély sötétje a területen. És ezért fontos. Epidemiológiáról, hát ugye csak egy pár szót. Pont Magyarországon minden ötödik, hatodik pár érint a nehezített babafogadás kérdése. A fogalmam már is, a fogalmat láthatjátok, nem meddőséget mondok, nem ezt használjuk, nehéz lesz a fogalmainkat változtatni, és nem terhességről beszélni, hanem mondjuk áldott állapotról, vagy várandóságról, és nem meddőség helyett meg mondjuk nehezített babafogadásról. De egy szó mint száz, az azt kell mondjuk, hogy a 35 éves párok esetén minden második pár érintett Magyarországon. És szorul orvosi segítségre. Mindegy, hogy mi erre, de valamilyenre igen. És ezzel nézzünk szembe, amikor azt mondjuk, hogy támogassuk a 35 felettieket. Ez egy orvosi kérdés is lesz. Ebbe az egészségtárca nem nyúl bele, nem elég a fürdőkád. Ez ehhez kevés lesz. Hogy tovább menjek. 35 év alatt, ugye, nem tudják, ha egy év, ugye orvosok tudják, de az emberek nem tudják, ha egy évig nem megy a rendszeres ovulációban is elkövetett nemi élet, mert ezt is el kell mondani általában, akkor kell orvoshoz fordulni, de 35 felett ez már csak fél év. Még egyszer hangsúlyozva, ovulációval egybekötött időszakhoz orrágyítva, mert ez nem köztudomású. Manapság szóltunk róla, kollega urak, hölgyek, későbbre tolódik, ezer oka van. Na de, a későbbre tolódottság hátterében már eljutunk oda, hogy annyira sok a genetikai ok, hogy ebben az életkorban már minden harmadik esetben kromoszomális eltérések, vagy genetikai, azon belüli nem is vizsgálható kromoszomális okok vannak, és ez ügyben a férfiak egyaránt érintettek, tehát egy 40 éves férfinek is, majd fogok róla szólni, de most is elmondom, akkor van igazán esélye rögtön gyermeket csinálni, ha a felesége 35 alatti. És ez most... Mire biztat, hogy fiatalokat vegyünk el, vagy cseréljük le az 1.40-es 2.20-asra? Nem. De nyilvánvaló, hogy gondolkodjunk előre, hogy a 20-24 éves kor, ami a valódi reproduktív kor, ennek a megtámogatása akkor is feladat, hogyha még nem tudjuk a módját, és ezt Kopp Mária számtalan helyen leírta. Tehát a mítosz mi szerint bármikor, mert ez egy édes idősasszony keze, ugye, aki ott fogja a sikeres tesztjét. Tehát az igazság, hogy az anyai és az apa életkor a legeslegfontosabb tényező a fogamzás tekintetében, és hogyha erről nem tudunk, és nem ehhez igazítjuk a különböző kormányzat és egyéb programokat, pénzeket, egyebeket, akkor alapvető bakot lövünk. Erről fontos beszélünk, mintha sokkoló is tovább, mert nagyon jó. Magyarországon is, és a világon is minden 20. férfit érint ez a dolog, vagyis a párok 50%-ánál egyértelműen a férfi az ok azért, hogy ez 35 fölött nehezen megy. Íme, eme, görbe, amit szintén ismerünk. 35, ugye amikor a
terhesség 20. hetében, ha leánymagzat tetefészként megnézzük, még van benne 7 millió potenciális sejtecske. 12 éves, amikor menzeszelni kezd, már 300-500 ezer körül járunk, és mire eléri a 35 éves kort, már csak 50% esélye van arra, hogy valaha spontán teherbe esik. Tehát térjünk ébredésre. 40 éves korra a hölgyek termékenységi, spontán termékenységi valószínűsége 35%. Tehát annak a valószínűsége, hogy ez nem fog spontán menni, sokkal több, mint az, hogy fog. Az a lucky punch, akinek ez megy magától. Vagy egy 20-as férfit talált. Na, egyforma odafigyeléssel kell tehát férfit és nőt kezelni, nem stigmatizálni. Ha mentőségből beszélünk, akkor impotenciáról, vagy nem tudom, miről is beszéljünk, és ilyen klinika nevek legyenek, jó? Tehát cseréljük ezt, mentsük föl a nőket, mentsük föl az országot attól, hogy a nők tehetnek mindenről, ami rossz és a gyerekvással összefüggő. Együtt zajlik. Én most nem mondom, milyen vizsgátok, ez most nem érdekes. Hogyan tovább? Mivel minden ötödik párt érint Magyarországon? A fogantatásbeli probléma. Minden ötödik párt. Ezért erről beszéljünk úgy, hogy szükség van támogatni az ART programokat, tehát az asszisztált reprodukciós programokat is 35 év fele, ha és ez indokolt. Én a természetesség hívja vagyok, nyilván, mondtam, 35 év alattra szinte semmi program nincs kidolgozva. Kopp Mária számos javaslatot tett. Hogyan tovább egy picit erről? In vivo lehetőségek rengeteg van, ugye in vivo az, amit a tanácsadást kapnak a párok, például elmondják, hogy az ovuláció fontosabb, hogy akkor találkozzanak, és így tovább. Gyógyszeres kezelések, és így tovább, és az ART kezelések, amelyekről tudnunk kell, hogy ma a világban 5 millió gyermek született úgy, hogy kapott támogatást az anya vagy az apa, vagy mindketten, ami egy hatalmas szám, és örömteli, ebben Magyarország is benne van, hogy néz ki, ezt most nem részletezném, az idő megkezdése miatt. Mi fontos? Az fontos, hogy többféle genetikai út is létezik, hiszen, mint mondtam, minden harmadik esetben a pároknál genetikai kromoszomális, az életkor előre haladta okozza a problémát. Na most ezt ugye meg lehet nézni, ha valamelyik szülőnél kivizsgálhatóan van genetikai eltérés, akkor jogosult lesz a majdan belé ültetendő lombik, nevezzük csírácskának, azért is ezt a kis málnát tettem ide, az jogosult lesz majd arra, hogy vizsgálatra kerüljön. Aztán vannak egyéb beavatkozások, AFT-k, egyébek, már ha benn van a baba, ugye, hogy egészségese, és hát sajnos olyankor adott esetben az a döntés, hogy nem tartja meg a mama, mert hogy ugye mondjuk a 21-es kromoszom eltérése, trisomiája az ugye a Down, és így tovább. De például a PGS-sel kapcsolatosan a szakmai álláspont teljesen eltér attól a nemzetközi állásponttól és nemzetközi guideline-októl és a modern kutatási eredményektől, amelyek azt mondják, a PGS az, amikor nem beteg a szülő, de mégis beültetés előtt vizsgálatra kerül az embrió. Ez 2006-ig volt Magyarországon, majd egy magán pénzügyi lobby kilobbizta ezt a törvényből, már elkezdtük Balló miniszter úrral, hogy ez módosuljon, Benedek áthelyettes államtitkár úrral elkezdtük rendbe hozni ezt a rendeletet, úgyhogy azon vagyok, hogy ez segítsen tagozat vezetőként is, hogy bizony ne aneuploid, tehát bizonyosan életképtelen embriókat ültessenek be az anyákba 35 év fölött, hatalmas anyagi és egyéb károkat okozva. 2017-es study-t hoztam Amerikából, tessék megnézni, 38-41 éves nőnél, ha van genetikai szűrés, ha nincs, 100 nőt néztek, szűréssel, szűrés nélkül, összesen ezen 200 nőnél kromoszoma sérülés 78%-ban volt a leszívott sejteknél. Sajnos ez borzasztó magas arány, ezért mondtam, hogy az a ritka, ha egy 35 év fölötti nőnek nem sérült még a petesejten belül a kromoszom állománya. Ennek következtében a beültetés sikeressége, hogy élve született magzat, egészséges jöttéte, 52%-ot, PGS nélkül 24. Tehát beteg magzatot, beteg csirákat beültetünk, és utána el is fognak vetélni. Ez a nagy helyzet. Magyarországon ez a 2014-es statisztika, átlagosan leszívnak 46 ezer petesejtét, és ebből megszületik 18.800 élveszülés van. Tehát minden leszívott petesejtnek csak a 4%-ából lesz valaha élet. És mi hormont kap az a nő? Mi megy keresztül? És jön az, hogy lelkileg mi történik vele? Fogok egy pár szót erről is beszélni. Rengeteg lelki problémával jár az, hogy először is a minden nő ezt a helyzetet magára veszi. 35 fölött végre férhez ment, megvan a diploma, állás, doktor, professzor, akárkicsoda, most
ember is még hozzá alkalmas, stb. Stb. 40-es hozzáteszem, akkor már tudjuk, hogy nála is csak kisebb valószínűségek vannak, mindegy. És akkor ott áll, hogy hát sajnos a dolgok nem mennek, eltelt egy év, nem mennek. Tehát a nők és a férfiak egyaránt elkezdik ezt magukra venni, és elkezdik inszuficiensnek, alkalmatlannak érezni magukat, másodrendű állampolgárnak. Lelki zavaraik lesznek, és ez minden ötödik pár Magyarországon. Tehát ébresztő, minden ötödik pár Magyarországon. A férfiak ugyan azt mutatják, hogy ők rendben vannak, minden oké, ennek ellenére rengeteg belső gonddal küzdenek, viszont a szexuális élet szinte minden pártnál tönkre megy, tehát mire a végére érnek, lehet, hogy lesz gyerek, de gyakorlatilag lelkileg kapcsol vannak. Hozzáteszem, nem ezért válnak, sokan azt hiszik, hogy ez váláshoz vezet. Nem, a Portói Egyetemen 40 000 esetet néztek meg, és nem növeli a lobbik támogatás a válások valószínűségét. Tehát nem ezért válnak, ha válnak, nem ezért válnak, hanem például a szexuális élet zavarai miatt, ami amúgy is létre szokott jönni párok között, hogyha hosszan együtt vannak, és nincs magánidő egymásra, és itt amiről a Gyuri is beszélt, bocsánat, kuravul, tanár úr. Jó, tehát, hogy magyarul a nagyon fontos kérdés, hogy természetes velejárói vannak, nekünk pszichológusoknak segíteni kell a 35 fölöttieket abban, hogyha szembesülnek azokkal a turva tényekkel, hogy 70%-ban nincs esélyük természetes babafogadásra. Nem mondjuk ezt el, de tudjuk. Akkor ott kell állni mellettük, komplex programok vannak erre. Ott kell állni az orvos mellett, a team mellett. Hát igen, van azért siker is a dologban természetesen. És ami egy mítosz szintén, hogy azt szokták mondani, hogy persze, persze, örökbe kell fogadni, és majd utána összejön, mert csak rágyörcsölték. Már ezt is megnézték az irodalomban, csak 3-4% a valószínűsége az örökbe fogadás utáni spontán tervezésnek, magyarul semmiféle statisztikai relevanciája nincs, nem az örökbefogadástól sikerülnek a gyerekek másodjára spontán, jó? De azért fogadjuk körökbe, csak úgyis a korhatár 45 év, tehát ennek viszonylag csekély a valószínűség, meg annyit kell várni, hogy 3000 szülő vár egy gyerekre. Na, egyébként az örökbefogadást is jogszabályban módosítanám, ha engem kérdeznek. Jó? De ez egy másik. Azt is. Oké. Lombik program nem érdekes, az fontos, hogy együtt csináljuk, és az nagyon érdekes, hogy bizony azt kapták a vizsgálatok, hogyha korán, tehát amikor szembesül azzal a szülő pár egy év után, hogy nem megy, 35 vagyok, vagy 36 nem megy, ha akkor kapnak szülői segítséget, a lehetőség, akkor a sikerességi ráta, PGS-re 56%, plusz pszichoterápiával 70%. Ez hatalmas. Ez nagyon jó. Tehát kell az leges legelejétől ott álljon a pszichológus és a mentálhigiénikus és a segítő, aki átviszi ennek a nehézségét, mert azért ez nem kis tortúra. És az se kis tortúra, amit én most a 35 fölöttiekről beszélek. Mit csinál a pszichoterapeuta? Sok mindent, oktat, segít, a relaxációs módszerek, és általában a pártámogatása hatalmas erő, amire szükség van, segíti az orvoscsapatot, nővéreket és így tovább. Tehát mi minden kell a sikeres babaváráshoz, most 35 év fölöttről fogok a legtöbbet szólni, de alapvetően az, hogy 20 és 24 év között szülessenek maga kívánt gyerekek. Mondta Kopmányi, és mit mondok? Azt, vizsgálatai vannak, ott a programja, megvizsgálta, ismerjük, hogy bizony az egyetemisták igenis akarnak gyereket vállalni, de nincs hova. Igenis a mai egyetemistákat kérdezve, és ti is ezt kaptátok, akarnak vállalni gyereket, 2-3. De nincs hova. Tehát például javasolta a koedukált kollégiumok létrehozását, ahol lehet házasságban élni, és lehet gyereket vállalni, persze erre szükséges állami és egyéb támogatásokkal. Nem csak azzal, hogy a terhességét plusz egy kontjára felvételi, hanem egyebekkel is. Tehát, hogy lehet komoly támogatásokkal odaállni a 20-24 éves érett gyerekvállaló fiatalok mellé. De a másik szempont is, hogy tudjanak róla a férfiak, hogy ne 40 fölött vállalják az apaságot, mert akkor már ők is lombikra szorulnak. Tehát azért in vivo jobb, mint másképp. És akkor lehet ez motiváló. Jó? Tudjanak róla, ne bélyegezzük meg a párokat, se 25 évesen, se 50 évesen, semmikor sem, ha egymód van rá. Ez nagyon fontos kérdés. A felkészítés, az alapos kivizsgálás, a dohányzás, az életmód támogatás, tanácsadás, ugye, amiben például a védőnőknek, a CVS szolgálatoknak hatalmas szerepe van. Tehát az Országos Tisztifőorvosi
szolgálatnak a munkája óriási ezen a területen, hiszen ők találkoznak, a tanárok, a pedagógusok, hogy jusson ez az információ el az általános iskolába. Ez nagyon fontos, hogy ha kilóg a beszéd és a tetefészkel, akkor mit remélsz? És így tovább, és így tovább, és akkor az optimális testcsül beszéltük az obezitásról és a lévekről. Tehát rengeteg oktatásra lesz szükségünk, bocsánat, hogy ez nem akar odébb menni, és akkor jó. Rengeteg oktatás, rengeteg komplex együttműködés, és Kopp Mária, ha valamire tanított, akkor arra tanított minket, hogy együtt csináljuk. És hogy ő ugyan orvos volt, és pszichológus volt, és az arra tanított, hogy a család az mindennek az egysége, és a családon belül benne van az is, hogy a család együtt adják a tudást. Ha nincsenek a jól működő családok, mert apa hiányos családok vannak. Az apa hiánya azt értem, hogy a lányok nem csillognak az apjuk szemében, ezért kicsi az önértékelésük. A férfiak pedig nem kapják meg azt az apai elismerést, amelyet úgy érzik, hogy megért, hogy érdemes volt előrelépnem, dolgoznom, mert megfeleltem édesapámnak, mert ő is mester lett, én is mester lettem, vagy le tudtam körözni, és ő elismerte. Tehát, hogy mindaz, amit a család tud nyújtani, a szó igazi, mély viselkedéses érzelmi üzeneteiben azt helyreállítani, igenis politikai döntésekkel is kell, mert ez sajnos Magyarországon sérül. És Kopp Mária üzenete biztos, hogy ez szemlővesző fordulattal a családpolitikában meggyőződésen jött a két konferencia szerint.